A gyermekeinkkel akarja megfizettetni a koronavírus árát a kormány, ami ellen a mi hazánk a leghatározottabban tiltakozik. 80% felettire nőtt az államadósság, amihez hasonló mértékű legutóbb 1995-ben volt, miközben a multik dőzsölnek, gazdagodnak és rekordbevételeket döntögetnek. A mi hazánk szerint felháborító, hogy míg magyar emberek elveszítik szeretteiket, lemondásokkal élnek, százezrek veszítik el a megélhetésüket, addig a multinacionális kereskedelmi láncok, az óriás tech cégek, a gyógyszeripari vállalatok és a kaszinók most is csak gazdagodnak. Csak a Spár növekménye meghaladta a 60 milliárd forintot, de ami ennél is durvább, hogy percenként 127 millió forintot kaszál a Google és 60 milliót a Facebook, így a mi hazánk szerint nekik is ki kellene venniük a részüket a védekezés költségeiből. Járványszolidaritási adó kivetését javasoljuk rájuk, hogy ne a gyerekeinknek kelljen megfizetnie a koronavírus árát. Ne az államadósságot növeljük, adózzanak a multik!